Zenés táncos farsangozáson vehettek részt a székesfehérvári obisok szombaton délelőtt a Szent István művelődési házban, hiszen 6. alkalommal szervezte meg télűző foglalkozását a Tálos Edit Alapítvány. Az eseményen amellett, hogy dalokat tanultak és bemutatták jelmezeiket, különböző hangszereket is megismerhettek Varró János névzenész, zenetanár jó voltából, valamint kézműveskedhettek is Nagy Néváti Zsuzsanna óvodapedagógussal, aki elárulta, mit is készíthetnek vele a legkisebbek. Mindenféle érdekes, izgalmas dolgokat, amik a farsanghoz kapcsolódnak, szemüvegeket, teknős békát, bohócot, még kismesekönyvet is. De ez hasonló foglalkozásokra nem csak most, hanem heti szinten is jöhetnek a gyerekek és szüleik a Csóri Sándor alaptámogatásának köszönhetően, mivel az alapítvány nem titkolt célja a népi kultúra megismertetése és a népi hangszerek megszerettetése már kiskorban. A mi foglalkozásaink azok elsősorban a magyar népi gyermekdalokra, gyermekjátékokra épülnek, és hogy törekszünk minél több érdekes hangszert bemutatni a gyerekeknek. A mai alkalommal például egyébként egy nagyon szép új ütőgardonnal készültünk, amit reméljük, hogy minden kisgyermek jó alaposan elfenekel, jól megüt, és akkor igazi farsangolós, télűzős hangulatot sikerül ide varázsolniuk. Bergerné Szőnyi Anna reméli, hogy az immár 6 éve elindított kezdeményezésnek köszönhetően még sok gyerekbe bele tudják nevelni a népi kultúra és a zene iránti szeretetet.